hosszú évek után, mit vettél el és mit tettél hozzám? Nem tudom, hogy szembenézni mire elég, de emberként lépek most eléd. Nekem beszakadt a föld és leszakadt az ég, amire vágytam, az már nincsen rég. Túlélem-e majd, kérdezem a válaszok istenét, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, egyetlen szó. Van, amikor az is elég, fény kell nekem éjjel, amikor harcolok a sötéttel, jön a rossz álom, kikalapálom, hogy legyen ez most elég, egyetlen szó. Igen, egyetlen szó. Márai Sándor a Füves könyvében így ír a barátságról. Nincs emberi kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság. A szerelmesek? Igen. Még a szülők és a gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság. Csak a barát nem önző, máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet barátjának akar, nem önmagának. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. S nincs ritkább. Úgy érzem, a mai kusza világban erősen felértékelődik a barátság. Sokat kell dolgoznunk azért, hogy a családi és baráti kapcsolataink erősek legyenek. Ehhez sok megértésre, türelemre van szükség. A baráti szálak fenntartása erőt, kitartást ad. Visszafordulni nincsen már idő, újra kezdeni nincsen elég erő. Folytatni kell, engem is vigyen el az út, elengedtem az összes háborút. Keresem az át, meg átérzett pillanatok igazát. Ja Istenem, ugye megkapom a tovább. Türelem, bátorság. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy változtassak, amin lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. A kudarc sosem valaminek a végét, hanem a következő sikerhez vezető út kezdetét jelenti. Ezért ne féljetek az esőtől, mert aki szivárványt szeretne látni, annak az esőt is el kell viselni. Fish pass, good luck! Tudás. A tudás szabadság. De soha ne felejtsétek el, csak Istennel tudtok rögös úton egyenesen járni. Az élet egyikünk számára sem könnyű, de nincs semmi baj, ha van az embernek kitartása. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit bármi áron is, de el kell érnünk. Add tovább a tudásodat, az erőt, a jártasságot, de a dőrességet, kudarcot szintúgy. Igen! Szárnya, indulj útra!
Fogás nélkül búcsúzkodunk, könny és készfogás nélkül. Furcsa, olyan abszurd ez, minthogyha annak idején Mózes és a zsidók Egyiptomból online kivonulást tartottak volna. Nagy próbatétel, csapás mindannyiunknak a most már több mint egy éve tartó járvány, talán legkisebbtől a legnagyobbig mindenkit megvisel. Sokakat elért a betegség, néhányan talán szeretteiket is elvesztették. Ugyanakkor a hosszú ideje tartó járvány sok mindenre meg is taníthatott minket. Új módon tanultuk meg, hogy elsőre jelentéktelennek tűnő dolgok, például felveszed-e a maszkot, vagy hova mész, vagy kivel találkozol, nos, ezektől az apró dolgoktól szeretteidnek az élete is függhet. Apró dolgokon is múlik bizony az élet. Új módon tanulhattuk meg, hogy milyen erő rejtezik az összefogásban, és mennyire csak közösen lehet komoly célt elérni. Még inkább megértettük az online világba zárva, hogy milyen értéke van az egymásra szánt időnek, a személyességnek, a minőségileg jelenlétben eltölthető időnek. Talán sikerült az osztályban is az osztályközösségnek jobbá válnia, talán sikerült jobban egymásra figyelni, vagy aki lemaradt vagy beteg volt, annak segítő jobbot nyújtani. Talán sikerült olyan osztálytársaddal is beszélgetni, akivel az elmúlt évek során egyáltalán nem kerestél kapcsolatot, és talán most a járvány rávet, hogy megismert. Ez is lehet egy pozitív mellékhatás. De talán a bezártságban sikerült otthon észrevenni azt is, hogy másnak is nehéz. Talán azt, hogy a kistesó az még kevésbé tudja ezt a helyzetet kezelni, és ebben a helyzetben sikerült neked a nagyobbnak és a bölcsebbnek lenni. Talán most a napnál is világosabb, hogy nem csak testi, hanem lelki és pszichés egyensúlyomért, egészségemért is felelős vagyok, és nagyon is odafigyelve, jól döntve, ezért mindig, majd felnőttként is meg kell dolgozni. Persze mindez csak akkor megy, hogyha nem kényszerből, tűrésből, hanem szeretetből, a másikért, önmagamon túllépéssel teszem mindezt. Mert a kényszer frusztráltságot szül, a szeretet viszont szabaddá tesz és felemel. Végső soron új tantárgyat tanulhattunk az elmúlt időben mindannyian, nevezhetjük ezt úgy, hogy ez a szeretet gyakorlata. És ebben, ha mindannyian itt-ott el is botlottunk, talán fontos azt jobban átélnünk, amit az apostol mond, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de mindenki ügyeljen, hogyan épít rá, mert a lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más alapot senki nem rakhat. Mindenhez a helyzethez, a járványhoz, a bezártsághoz erőt, szeretetet, kitartást, megbocsátást, újrakezdést tényleg csak Krisztus adhat, ahogy az apostol mondja. Sőt, sebeket, veszteségeket is ő az, aki egyedül begyógyíthat. Kedves ballagó diákok, vigyétek magatokkal a Jézusi szavakat, a világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. Majd más helyütt, íme, én veletek vagyok, mondja az Úr minden nap a világ végéig. Isten áldjon benneteket! Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, hogy bárhová hívsz, menjek. Vigyél tovább, mintha lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak.
kézed fölé. Ott látlak én, a lelkem benned megpihen, hisz enyém vagy, és én.